Jót indítottál, mert csak én vagyok benne egyedül. Látsz engem? Már megy a recording. A 26-am. Mosolygos napot kívánok nektek! Innen Budapestről üdvözlöm Zsacot, megköszönjük, ha két tím kiszállsz valamelyikkel, Zsac, jó? Mert kettővel vagy bent. Jó. Jó. A többieknek megköszönjük, hogy adjanak nekünk hangpróbát, hogy itt a csetablakban, hogy jól hallanak-e minket. Mosolygos napot kívánok. Igen, Attila már itt is van. Köszönjük. Szenzációs. Timit is üdvözöljük. Majd pár másodperc elindítom a prezentációt. Jaj, de jó, hogy itt vagytok. Nagyszerű. Igen, a felvétel már megy. Julival az előbb felkészültünk, egy pár percig bekapcsolódik ő is. Na, hadd kérdezzem, hogy látjátok-e jól a prezentációnkat is. Így van. Látjátok. Szuper! Itt van Julie is megérkezett. Good evening, Julie! Hello! So it was a very international webinar. Sorry? Tell me again. Can you see my video? Yes. Great. So, ladies and gentlemen, it's a very international webinar. Julie's in Australia. In which city were you exactly at the moment? In Willoughby, in Sydney. Okay. And Zach, where are you? I'm here. Itt vagyok én is. But, okay, but in which country? Yeah, Italy. Italy. Prato. So, well, Zsac Olaszországban, Julie Ausztráliában, én pedig Budapestről. Nagy-nagy szeretetek, köszöntünk benneteket. Nézem itt igazából a csapatot, és úgy látom, hogy kezdünk összejönni. Akkor lassan indítom a webinárt. Üdvözlöm mindnyájatokat. Így is van. Na, hát akkor ready? Ready. Oké. Okay. Hölgyek, urak, óriási nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat itt ebben egy nagyon-nagyon különleges webinárban. Talán emlékeztek, jó páran voltatok már velünk, amikor a nyár végén, amikor a Marketing Akadémiára készültünk, akkor Jason Finion és Ricardo Teixeira volt a vendégünk, ma pedig Julie Kenz lesz a vendégünk, aki januárban az évindító célkitűzött edzőtáborunknak lesz az egyik különleges vendége. Az lesz a menet, hogy az elején én röviden felvezetem magyarul, utána angolul fogok beszélni, és átadom Zsacnak majd az angolról magyarról tolmácsolást. Just as a summary, Julie, for you, I will start in Hungarian, and then after a couple of minutes, I switch into English, and Zsac will translate from English into Hungarian. Okay. Hölgyek, urak, akkor nézzük. Készen áll mindenki? Akkor szerintem kezdjük. Mint hogy tudjátok nagyon jól, a 10. évindító célkitűző edzőtáborra készülünk 2018. január 11-12-én, és csak hogy elárulom nektek, még egyáltalán el sem indult még a regisztrációs lehetőség, eddig csak a Marketing Akadémián tudtak az ott résztvevők jelentkezni az évindítóra, illetve azóta szépen csendben itt csak háttérben a belső körösök, és már 412 regisztrált résztvevőnél tartunk, úgyhogy még el sem kezdtük. Igen, a mai napon fogjuk elkezdeni, mai nap nyílik meg az early bird, egészen december 1-jéig lesz még módotok, hogy a maradék igazából alig már csak 250 hely van hátra, hogy be tudjátok zsákolni, aki ott akar lenni családjával, barátaival, ismerőseivel. Két fantasztikus, különleges előadónk lesz, mint ahogy látjátok, Julian Kenz Ausztráliából átrándul Európába, és ő lesz az egyik különleges előadónk, és Julival most tartunk egy rövid webinárt, hogy megismerjétek, ki ő, mi ő, honnan jött, miért érdemes őt meghallgatni majd élőben is. A másik pedig Andrew Bundy McCall, az Egyesült Államokból Bundynak az a specialitása, hogy igen, hölgyeim, uraim, az Andrewból Bundy lett, mégpedig idehaza Magyarországon, mert 18 éves korában vett egy egyirányú repjegyet Budapestre, és itt is élt 7 éven keresztül, magyar a felesége, két
gyermekük van, és tökéletesen megtanult magyarul. Persze 7 éve már visszaköltözött az Egyesült Államokba, de újra csak értetek fog eljönni ide Magyarországra, hogy megmutassa az ő útját. Szeretném nektek, nézzétek meg ezt a videót. Sydneyből, ahol egy fantasztikus hölgyel, aki Julian Cancel, akit én 3 éve ismerek már, és egy az új könyvét fogjuk kiadni, pedig nem más, mint az Abundance Code angolul, azaz az alcíme a 7 pénz mítosz. Egy évvel ezelőtt engem Gyuri megkért arra, hogy írjak egy ajánlást az ő könyvéhez. Minden elolvastam, arra döbbentem rá, hogy én azt hittem, hogy mi Magyarországon egy kommunista hátterű országban élünk, ahol a mi összes korlátozó paradigmánk uralkodik rajtunk, főként ami a pénz, a vagyon, a boldogságot, a gazdagságot, a vállalkozást érinti, és legnagyobb döbbentem, ez a könyv egy olyan szerzőtől lábba, aki Ausztráliában, kapitalista országban él, hát bizony hasonlókat fedeztem fel. Megvásároltam a könyvkiadási jogát, hamarosan megjelenik magyarul, és most meg Julie-val itt Sydney-ben készítünk egy interjút, hogy hogyan született a könyv, mit tudunk ebben megtanulni, miért hasznos ez nekünk, és mit hozzá nekünk magyar vállalkozóknak, magyar embereknek. Bizony, hölgyek, urak, 2 évvel ezelőtt történt ez az interjú, ez a könyv pedig néhány héten belül kijön a nyomdába, mégpedig pontosabban az évindító célkitűző edzőtáborra fog megérkezni Julie könyvben. Julie, I think that was the introduction and the prep for your Hungarian lecture. Okay. Julie, úgy gondolom, hogy megtartottuk a felkészülést. So, yes, in my head is the English version, and within a couple of weeks, really, we will have the Hungarian version out of the printing house. Kézben tartom Julie, a könyved angol változatát, néhány héten belül megjelenik magyarul. I met you the first time in 2012 in Phoenix, especially in Scottsdale, Arizona. 2012-ben Phoenixben, Scottsdale, Arizonában találkoztunk először. Since the first meeting, you always was a shining sun on the horizon wherever I was with Jeff Walker's platform. Legelső találkozásunk óta te mindig is egy fénylő nap voltál nekem, akárhányszor Jeff Walker Platinum Plus csoportjával találkoztam. I have so many, let's say, memories or common moments with you. Especially I would like to take one when we were taking the Durango train to Silverton. Rengeteg közös emlékem és élményem van veled. Egyet szeretnék kiemelni, amikor a Durango vonat utazásunk volt Silverton felé. And then you gave me, at the end of our discussion, you gave me a little picture, a photo of your mentor, Aman. And I was so happy that you are dedicating your book to Amma. And yes. I would like to ask you, in your presentation, when you are presenting your past, your hero's journey, a little bit talk about Amma, because I think she has and she had a great influence on you. And yeah. I think our Hungarian listeners, viewers, they also deserve to know more about. So, nagyon megérintett, hogy mutattál nekem egy képet a mentorodról, Anáról, és arra kérlek, hogy beszélj egy kicsit róla, amikor mesélsz a történetedről, mert a hallgatóinkat is bizonyára érdekelni fogja. So before I give the possibility for you to talk, to speak, let me read loudly my, how can I say, my words. That's the first, I mean, American or English book, wherever I had some words from me, and it was a real honor you asked me. Mielőtt átadom neked a szót, hadd kezdjem az én szavaimmal, amikor legelőször felkértek egy amerikai könyvhöz, hogy hozzáírjak, és ez egy nagy megtiszteltetés volt számomra. So I read it in English, and I asked Jack to translate, and then it will be your time to talk. Felolvasom angolul, Jack fordít, és aztán átadom neked a szót, Julie. Because it was a shocking, positively shocking experience the first time I read your book, and I realized that, oh, mamma mia, we are not so far from each other, I mean, from mindset point of view. Amikor legelőször olvastam a könyvedet, az pozitív értelemben megrázott, és rájöttem, hogy Jézus Isten, hiszen mi nem is vagyunk annyira távol egymástól mentalitás tekintetében. So, I grew up in an ex-communist bloc country, Hungary, where we experienced firsthand the scarcity mindset and constant lack of money and resources. Egy ex-kommunista blokkban, Magyarországban nőttem föl, ahol folyamatosan a pénz és az erőforrás hiányát tapasztaltuk.
My mom always told me that we could not get rich because we lived on the very poor country on the wrong side of the world. Édesanyám mindig azt mondta nekem, mi sose lehetünk gazdagok, mert egy nagyon szegény országban élünk, a föld rossz oldalán. Deep in my heart, I did not want to believe her. A szívem mélyén én sose akartam hinni neki. So I spent half of my adult time life changing my inner beliefs and my outer experiences. From scarcity to an azzal töltöttem, hogy megváltoztassam a belső hiedelmeimet és a külső körülményeimet a hiánytól a bőségbe. And now, thanks to Abundance Code, this is the Jewish book, I understand that this is not just a Hungarian affliction, but universal. És a bőségkódnak köszönhetően, ez Julie könyve, én megértettem, hogy ez nem csak egy magyar dolog, hanem univerzális. Thank you, Julie, for writing this extraordinary book. Köszönöm, Julie, hogy megírtad ezt a kiemelkedő könyvet. My fellow Hungarians need your wisdom to break out of the scarcity mindset and create an abundant life. A magyar embertársaimnak szüksége van a munkásságodra ahhoz, hogy kitörhessenek a szükség mentalitásából, és megteremtsenek egy bőséges életet. So Julie, welcome into our webinar. Ladies and gentlemen, I'm very happy. You will have the possibility to ask questions at the end of the webinar, but now let's start. Julie, it's your turn. About Julie, your hero journey, I know you very well. I read the book several times. So please share your message with my fellow Hungarians. Julie, üdvözöllek. Hölgyeim és uraim, a webinárium végén lesz lehetőség kérdezni. Most Julie, átadom a szót. Kérlek, mesélj magadról. Okay, so let me start by going back to the roots of my own belief system, which is my childhood. Hadd kezdjem ott, hogy visszamegyek a saját hitrendszerem gyökereihez, ami a gyermekkoromban van. So I was very fortunate to be born into a very prosperous family. My father was a very successful surgeon, and he and my mother invested very wisely in real estate and a few other things. And basically by about the age of 40, by the time they were 40, they had achieved all of their dreams in life. Nagyon szerencsésen egy nagyon vagyonos családba születtem. Édesapám egy nagyon sikeres sebész volt, nagyon bölcsen fektették be a pénzüket ingatlanba és más dolgokba, és 40 éves korukra elérték minden anyagi álmukat. We were living in Canada on the shores of a beautiful lake in an architect-designed house that my parents had built, their dream house. I was living there with my brother and my sister and I and my parents. And Kanadában my parents éltünk egy gyönyörű tónak a partján, amit egy építész megrendelésre épített édesapáméknek, ott éltem testvéreimmel és szüleimmel. And my parents loved to have very lavish parties with lots of glamorous people. They liked to collect art. They liked to fly airplanes. They had two airplanes, his and hers. They sent my brother to a very exclusive private boarding school that Prince Andrew went to. And my nagyon szerették a gentry partikat, nagyon exkluzív emberekkel. Nagyon szerettek repülni. Két repülőjük volt, a női repülő és a férfi repülő. Ugyanabba az exkluzív iskolába küldték a tesómat tanulni, ahova Andrew herceg is járt. And my sister and I were doing show jumping, you know, where you ride ponies and go over the jumps and dressage. So we were living this very lavish, rich person's lifestyle. And that was for most of my childhood. Nagyon gazdag életmódot éltünk a gyermekkorom nagy részében. So that was my lifestyle until about the age of 8. I remember when I was about 8 that my parents, I noticed, were drinking a lot. Körülbelül 8 éves koromig tartott ez. Akkor vettem észre, hogy a szüleim nagyon sokat isznak.
And from 8 to 11, my age, 8 to 11, the drinking just started to escalate more and more until they were both drink, you know, they had severe drinking problems, both of them. 8-tól 11 éves koromig egyre súlyosbodott ez az ivási probléma, egészen odáig, amíg ők súlyos alkoholista problémákkal küzdöttek. When I was 11, my parents broke up. And by the time I was 13, I was living with my mother, and my mother had declared bankruptcy. Somehow, all of the money was gone. 11 éves koromban a szüleim elváltak. 13 éves koromban anyámmal éltem, aki csődöt jelentett. Valahogy minden pénz eltűnt. So I went from this very, very rich lifestyle to poor. We were living assisted by welfare. My father had left, gone to Australia, and taken my sister with him. And so I was just alone with my mother. My brother was in high school. And nagyon gazdag életmódból hirtelen segélyen éltünk. Édesapám az egyik testvéremmel elment Ausztráliába, én pedig egyedül maradtam édesanyámmal Kanadában. And so from the age of about 13 to 15, I was very lonely and depressed about the change in my life circumstances. 13-tól 15 éves koromig nagyon magányos és depressziós voltam az életkörülményeim változása miatt. It was such a huge shock to me to go from that wealthy lifestyle to having virtually nothing at all. It was very hard for me to adjust to that shock. Nagyon megrázó volt számomra a teljes gazdagságból a teljes nélkülözésbe váltani. So I myself started to drink at the age of 13. 13 évesen. And smoke cigarettes and smoke other things. És elkezdtem cigarettákat és más dolgokat is szívni. And taking drugs. I stopped going to school. Elkezdtem drogozni, nem jártam többet iskolába. And, you know, I was just depressed. And then, at about age 15, I made a decision. Éltem a depressziósok életét, és aztán 15 évesen hoztam egy döntést. The decision was, I realized that I had had this life of wealth, and I had experienced the life of the opposite, and I decided that I liked wealthy better. Következőt döntöttem. Megéltem a gazdag életmódot, és most megéltem a gazdagság ellentétét, és a gazdag élet jobban tetszett. So now it was up to me. How was I going to get back to wealthy? I knew that I couldn't count on my parents to help me out, so I was going to have to do it myself. Innentől kezdve rajtam múlott. Hogyan tudom én visszatenni az életemet a gazdagság pályájára? Többet nem számíthatok a szüleimre. So from that time forward, I became very serious about my studies. And I thought, nagyon komolyan vettem a tanulmányaimat. What is the path to wealth that everybody teaches? You know, you go to school, you study hard, you get good grades, you go to university, get a good degree, get a good job, work hard, save money, maybe invest. This is the path to wealth that I was taught by my education system, by my society. Mi a gazdagságnak az a módja, amit tanítanak nekünk? Menj egy jó iskolába, szerezj jó jegyeket, legyen egy jó állásod, dolgozz keményen, takaríts meg, és esetleg fektess be. Ezt tanította nekem az oktatási rendszerem, a társadalmam. So I did that. I studied very hard. I went to university. I studied economics and finance, anything to do with money. And at that time, Japan was the biggest financial power in the world. This is tells you how long ago this was. And so I went to Japan. I studied Japanese. I studied the stock market. I got a master's in finance. And then I went on to work at a merchant bank. Úgyhogy pontosan ezt tettem.
elkezdtem keményen tanulni. Abban az időben Japán volt a világvezető gazdasági ereje, és ez elmondja neked, hogy ez milyen rég volt, és én ezért pénzügyet és gazdaságot tanultam bármilyen, ami pénzzel kapcsolatos. Elmentem Japánba, tanultam japánul, szereztem egy mesterdiplomát pénzügyből, és aztán elkezdtem egy banknál dolgozni. And I invested. I invested in real estate, I invested in the stock market, and I accumulated a lot of wealth. My partner and I, at one point, we had a portfolio of about 30 investment properties. We had a lot of stocks, and basically we had got ourselves into a financially free position, which meant that if we wanted to stop working, we could. Tanulmányoztam a tőzsdét, és elkezdtem befektetni. Voltak tőzsdei befektetéseim, voltak ingatlan befektetéseim. Egy ponton a partneremmel a befektetési portfóliaink több mint 30 ingatlan, rengeteg értékpapír tartalmazott, és eljutottunk az anyagi függetlenségnek arra a szintjére, hogy ha abba akartuk volna hagyni a munkát, megtehettük volna. And then some strange things started to happen. And I started to sabotage this position of great wealth that I had accumulated. Aztán elkezdtek fura dolgok történni. Elkezdtem szabotálni ezt a helyzetemet, hogy rengeteg vagyont halmoztam fel. And how that sabotage showed up the first time was that I made some decisions, business decisions, that were really quite stupid. A szabotás első alkalommal úgy nyilvánult meg, hogy igen hülye üzleti döntéseket hoztam. I invested in some businesses that I really did not understand. One investment was in a chain of flower shops, so 5 flower shops. And I knew nothing about that kind of business. Olyan üzletekbe fektettem, amiről semmit nem tudtam és nem értettem őket. Például egy virágüzletláncba, 5 virágüzletbe fektettem, és én nem ismertem ezt az üzletágat. And I also invested in a couple of Indian takeaway restaurants. Also didn't know anything about that kind of business. És befektettem indiai elviteles éttermekbe, erről sem tudtam semmit. And the thing that these businesses had in common was that the stock, the goods were highly perishable. And there was a lot of cash going through the business, so it was very easy for people to steal from us. We didn't have very good systems of stock control or money management, and we lost a lot of money in those businesses. Az volt a közös mindkét üzletágban, hogy az áru nagyon gyorsan romlott, rengeteg készpénz áramlott át a rendszereken, ezért nagyon könnyű volt lopni. Nem voltak jó rendszereink sem az áru kezelésére, sem a pénz kezelésére, és rengeteg pénzt vesztettünk ezekben a vállalkozásokban. So, okay, at that point I went, all right, well, those were just some silly decisions. They were just businesses I didn't really understand. So what if I focus back on what I do understand? I understand investing, and I understand the stock market. So my business partner and I decided to focus on teaching other people how to trade the stock market and financial markets as a business. És akkor azt láttam, hogy rendben, ezek buta döntések voltak, olyan üzletekbe fektettem, amit nem értek. Mi lenne, hogyha újra arra összpontosítanék, amit értek? Értek a tőzsdéhez és az értékpapírkereskedésekhez. Mi lenne, hogyha azt tanítám az embereknek, hogy hogyan kereskedjenek ezeken a piacokon, mint egy üzletág? So we built that business up, and once again, we're in a position of wealth. Felépítettük ezt az üzletet, és újra a bőség, a vagyon állapotában voltunk. At that point we decided, let's expand the business even farther. And so let's take out a loan so that we can expand the business. Akkor úgy döntöttük, hogy növesszük még a vállalkozásunkat, és ehhez vegyünk fel egy hitelt. And then 2008 happened. The global financial crisis, where the stock markets fell all over the world. És aztán jött 2008,
a globális pénzügyi válság, ahol a világ összes tőzsdéje esett. And the loan that we had taken out, we had to roll it over, we had to refinance it. And no bank in the world would refinance the loan. Újra kellett finanszírozzuk a kölcsönünket, amit felvettünk, de egyik bank sem volt erre hajlandó. So this time I was really facing bankruptcy, potential bankruptcy. A teljes anyagi csőd szélén álltam. And I was so frightened. I was terrified. Nagyon meg voltam ijedve. Rettegtem. And this turned out to be a good thing that I was so terrified, because it made me ask myself the question, when have I felt this feeling before? És kiderült, hogy az, hogy rettegtem, egy nagyon jó dolog volt. Feltettem magamnak a kérdést, hogy mikor éreztem magamat így utoljára. And the answer to that question was when I was 11. When my parents broke up and we lost everything. És a válasz az volt, hogy 11 éves koromban, amikor a szüleim szakítottak, és mindent elvesztettünk. I felt that exact same terror at that time as I was feeling in 2008. Abban az időben ugyanazt a rettegést éreztem, mint 2008-ban. And that made me ask myself another question. And the next question was, wait a minute, what if I am recreating what happened in my childhood over and over again? What if I built up all my wealth through real estate investing and then lost most of it through investing in flower shops and Indian takeaway restaurants, and then I built it up again and was about to lose it all again? Was it possible that I was just recreating the conditions of my childhood experience? És akkor felmerült bennem a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha én hozom létre újra a gyermekkorom emlékeinek az eseményét? Mi van akkor, hogyha én felépítettem a nagy gazdagságomat, ugyanúgy, ahogy akkor a szüleim felépítették nekem, aztán befektettem indiai éttermekbe és virágüzletekbe, hogy aztán elveszítsem a vagyonom. És aztán felépítettem újra a oktató cégemmel, és aztán újra elvesztettem mindent, hogy újra átélhessem a teljes hiányállapotát. Mi van, hogyha ezt én hozom létre? And once I asked that question, I started to see it everywhere. I started to see how not only I was recreating what I believed to be true from my childhood experience, but so many people around me, my family, my friends, my clients who were learning to trade the stock market, they also were experiencing, when they experienced difficulty, it was usually because of a belief they had that they took on when they were little that was blocking their success in their adult life. És amikor feltettem ezt a kérdést, elkezdtem mindenhol ezt látni. Nem csak én, hanem a barátaim, kollégáim, azok, akik jártak hozzánk a tanfolyamra és tanulták a tőzsdei kereskedést, általában amikor nehézségeken, kihívásokon mentek keresztül, az azért volt, mert volt egy paradigmájuk, amit még kiskorukban szedtek föl a pénzzel kapcsolatban, és ezután akadályozta őket ez a hiedelemrendszer. And I realized that all of my years of training, years, 9 years I spent at university studying finance and economics and the stock market, all of that knowledge did me absolutely no good because my beliefs kept tripping me up. És rájöttem, hogy 9 évig tanultam egyetemen a pénzügyet és a tőzsdét, és ez a tudás nem tud nekem segíteni, mert a hiedelemrendszereim folyamatosan elgáncsolják a saját lábamat. So knowledge was not the problem for me. And I had a very strong desire for wealth. That was not a problem for me either. I had a very strong desire for wealth. My problem was I didn't have the right beliefs in order to achieve wealth in a sustainable way.
Számomra a tudás nem volt probléma. És ez én esetemben az sem volt probléma, hogy ne vágytam volna eléggé a gazdagságra. Én nagyon vágytam a gazdagságra. A probléma a hiedelem rendszereimben volt. So this is what led me to do the research around beliefs, and particularly beliefs about money, about wealth, about success, that led me to write my book, where I identified what are the top 7 beliefs about money, success, wealth that hold most people back, and how can you change them? Ezért kezdtem kutatásomat a hitek, hiedelmek területén, különösen a hitek és a pénz, a siker kapcsolatán, hogy mi az, ami megváltoztatja az emberek viselkedését, amikor gazdagok vagy sikeresek szeretnének lenni. So that's my story so far. Attila, I don't know if you want me to go into more detail about that. I think as a story, as a background story, it's very detailed. So let's jump onto the questions, the title of our webinar. And I wrote it in Hungarian. Why the goal setting doesn't work for anybody? Because we are preparing very soon. We will have the goal setting bootcamp in January. And it will be the 10th in a row. I know very well that although a lot of participants spend time, money, energy to spend 2 days with me and setting goals, unfortunately, I know that a minority, only 3% of them can follow through. And a lot of people will find themselves in frustrations, in stress. Why to come for a goal setting bootcamp? Because, and so on, and so on, and so on, and so on. And I know very well your book. I know very well your presentations. So just in a nutshell, why the goal setting is not really working for anybody? Or how can anybody learn not only goal setting, but goal achieving as well? Ez az én történetem. Köszönöm, Julie. Arra kérlek, hogy térjünk át a kérdések részére. Az első kérdésem, hogy miért nem működik a célkitűzés mindenki számára? Nagyon sok embernél látom, hogy időt, pénzt, energiát szánnak arra, hogy eljöjjenek, és eltöltsenek 2 napot velem, hogy célokat tűzzünk ki. Az én kérdésem hozzád, hogy miért van, hogy ezek az embereknek csak a töredéke éri el? Vagyis pontosabban, hogyan érhetné el bárki a célkitűzés tökéletes módját, illetve hogyan tudná bárki meg is valósítani azokat a célokat, amiket kitűzött? Yeah, Julie, it's your turn again. Okay, so the main point I would like people to remember, and this is one of the earliest points that I make in the book, is that there are 3 keys you must have in place in order to be successful. Now, the first key is that you do need to want it. You do need to want it. This isn't actually that hard. You know, a lot of people want success. Usually it's not the problem that they don't want it enough. 3 kulcs van, second, amire figyelni kell. Az első, hogy akarnod kell a sikert, akarnod kell a vagyont. Ez nem annyira nehéz, a legtöbben ezt már akarjuk. The second key is to have the right knowledge and take the right actions. Okay? A második, hogy rendelkezz a megfelelő tudással, és a megfelelő lépéseket lép meg. So that's where, you know, for example, if you're an entrepreneur, you do need to know how to run your business. You do need to know how to do marketing. You do need to know how to of success. Például, hogyha vállalkozó vagy, akkor tudnod kell, hogy hogyan működtesd az üzletedet. Hogyha vállalkozó vagy, tudnod kell, hogy hogyan marketingez. Tudnod kell a hogyant az üzletedben. The third key is that you need to have subconscious beliefs that are supportive of your conscious goals. A harmadik, hogy olyan tudat alatti hiedelmekkel kell rendelkezz, amik támogatják a tudatos céljaidat. And this is the part that most people don't have in place. So this is like trying to sit
on a stool that only has two legs. És ez az a rész, amivel legtöbb ember nem rendelkezik. Ez olyan, mint hogyha egy kettőlábú székre próbálnának leülni. So most people have the strong desire and they probably have some know-how as well. A legtöbb embernek van egy erős vágya. A legtöbb embernek van egy erős vágya, és van valamennyi tudása a hogyannal kapcsolatban, de nincsenek megfelelő hiedelmeik. So they're missing a leg on their stool. They go to sit on their two-legged stool. They don't have the third leg of beliefs, and that stool is going to fall over every single time. Hiányzik a harmadik láb a székükből, leülnek a kétlábú székükre, és ez a szék minden egyes alkalommal fel fog borulni. So it's very important that you have the right beliefs in place. And this can be a little bit tricky because the beliefs are subconscious. So by definition, they are below the level of your conscious awareness. És nagyon fontos, hogy a megfelelő tudat alatti hiedelmekkel rendelkez. Ezeknek az egyik nagyon trükkös részük, hogy ez a tudatos szintünk alatt van. So this is the main reason that I wanted to write my book, because there was a lot of other books about subconscious beliefs that talked about, you know, subconscious beliefs are important. If you don't have the right subconscious beliefs, then you can't succeed. That was not a new concept. But what are they? If they're below the level of your conscious awareness, how can you find out what the beliefs are that are holding you back? Ezért akartam megírni a könyvemet. Nagyon sok könyv volt már arról, hogy a tudatalatti hiedelmek fontosak, és hogy meg kell válogassuk a tudatalatti hiedelmeinket. De mik ezek? És hogyan tudjuk meg, hogy mik ezek, hogyha a tudatos szintünk alatti hiedelmekről beszélünk? So I happen to have the perfect laboratory to answer this question. Nekem megvan a tökéletes laboratóriumom, hogy megválaszoljam ezt a kérdést. Because my business was teaching people how to trade the stock market. Mert nekem az vállalkozásom az volt, hogy megtanítottam az embereknek, hogyan kereskedjenek a tőzsdén. When you trade, you're dealing with money many times over every day. You know, in and out of trades. And so you're coming up against your beliefs about money all the time. Amikor kereskedsz a tőzsdén, akkor naponta többször is ki és beszállsz ügyletekbe, és folyamatosan forog a pénz, ezért szembe kerülsz a pénzügyi hiedelmeiddel. And my role in the business was helping people who were having difficulty making their trading successful. So I got the opportunity to really drill down and find out what did they believe? What were their subconscious barriers that were holding them back? Once I knew what I was looking for, and then I could find it, even though they couldn't see it themselves. Az én szerepem az volt, hogy segítsek azoknak az üzletekben, akiknek kihívásaik voltak a kereskedésben. Így nagyon mélyen tudtam ásni arra, hogy mi az, ami ténylegesen visszatartja őket. Mik azok a tudatalatti hiedelmek, amik gátolják a sikert. Én ezt meg tudtam látni, még annak ellenére, hogy számukra ez tudat alatti volt. So by working with hundreds and hundreds of clients, I was able to identify what are the top 7 limiting beliefs about money, wealth, and success that hold most people back. Azáltal, hogy több száz emberrel dolgoztam, láthattam, hogy mik a leggyakrabbi hiedelmek, amik visszatartanak minket a siker és a pénzzel kapcsolatban. Good. So, before this webinar, some people sent in some questions to Attila. So I had to look at those questions, and there was a bit of a theme to the question. The big overriding theme to the questions was, what should I do differently in order to achieve my goals?
A webinárium előtt küldtetek be kérdéseket Attilának, ő ezt továbbította nekem, és azt láttam, hogy volt egy közös szál a kérdésekben. Az volt a nagy közös szál, hogy mit csináljak másképp, hogy elérhessem a céljaimat. And I would say that that is not quite the right question. Azt mondanám, hogy ez nem a megfelelő kérdés. The right question is, what should I believe differently in order to achieve my goals? A megfelelő kérdés, hogy mit higgyek másképp, hogy elérhessem a céljaimat. Another theme to the questions was, what are the good habits and behaviors that lead to success? Egy másik témája a kérdéseknek az volt, hogy mik a jó viselkedések és szokások, amik sikerhez vezetnek. And how do I stop bad habits, like procrastination, for example? Hogyan szüntessem meg a rossz szokásaimat, például a halogatást? And what I would say to that is that the best way to get better behaviors is to have better beliefs. Because before the behavior happens, before the habit happens, before even the thought of doing anything happens, there is underneath all of that the belief. Erre azt mondanám, hogy a jobb viselkedésekhez a recept a jobb hiedelem. Mert mielőtt megtörténik a tett, létrejön előtte a hiedelem. So if you have a belief that you cannot be successful as an entrepreneur. Ezért, ha van egy olyan hitrendszered, ami azt mondja, hogy vállalkozóként te nem lehet sikeres, then it doesn't matter if you set goals for your business. It doesn't matter if you make a plan of all the actions that you're going to do for your business. It doesn't matter how hard you work on your business. You will not be successful if you don't believe you will be or that you can be. Ha az a hitrendszered, hogy nem lehetsz vállalkozóként sikeres, akkor nem számít, hogyha állítasz célokat a vállalkozásodban. Nem számít, hogyha te készítesz terveket a vállalkozásodban. Nem leszel sikeres, hogyha ezt a hitrendszered ezt diktálja. So just come back to my example, because I told you my whole story. My belief problem was not about making money. Because I came from a childhood that was very wealthy, so I knew it was possible to make a lot of money. That wasn't my problem. My problem was that I believed that once you made a lot of money, everything would start to fall apart and you would lose it all again. Térjünk vissza az én példámhoz. Az én hitrendszerem nem az volt, hogy nem lehet sok pénzt keresni, mert a gyermekkoromban megéltem a vagyont, és láttam, hogy lehet sok pénzt keresni. Az én hiedelmem az volt, hogy miután sokat keresek, minden elkezd szétesni. So this is an example where it's important to examine all of your beliefs about money. Because if you came across me at a stage in my life, while I was still building up my wealth, before I lost it, one time, and then when I was building it up again before I lost it the second time, if you came across me when I was in the stage where I had money, then you might look at me and go, she has it all figured out. You know, she knows how to be successful. But actually I didn't, because I still had beliefs hiding in my subconscious that were going to sabotage me. Ezért nagyon fontos az összes hiedelmünket megvizsgálni a pénzzel kapcsolatban. Mert hogyha akkor találkozunk, amikor én építem a vagyonomat, mielőtt elvesztettem volna először, vagy akkor találkozunk, amikor másodszorra építem, akkor azt mondanád, hogy ennek a nőnek minden megy, ő már mindent ért. De ez nem így volt, mert voltak tudatalatti hiedelmém, amik megbújtak a tudatalatti bugyraiban.
So it's important to examine your beliefs. It's important to change your faulty beliefs. And it's important to then nurture and protect your new beliefs. You want to put in place new beliefs that are going to be supportive of your success. And you need to nurture and protect them. So I want to talk a bit about that as well. Ezért nagyon fontos kialakítani új támogató hiedelmeket, és támogatni, táplálni ezeket az új hiedelmeket. És hadd beszéljük egy kicsit erről. Because most people have these faulty beliefs about money, wealth and success. A legtöbb embernek hibás hiedelmei vannak a pénzről, vagyonról és sikerről. So when you change your beliefs from these faulty beliefs that do not help you to the kind of beliefs that will support you, you kind of have to protect yourself from the weird faulty beliefs that other people still have. Because you can't change anybody but yourself. Amikor lecseréled a hiedelmeidet a nem támogató hiedelmekről a támogató hiedelmekre, akkor még mindig meg kell védened magadat a környezeted nem támogató hiedelmeitől, amíg meg nem erősödnek saját hiedelmeid, mert te csak magadat tudod megváltoztatni. So it's very important to realize that when you change your beliefs, it's so important to look for other people who are also changing their beliefs and embracing these abundant beliefs, not scarcity beliefs, abundant beliefs. Find the other people who are embracing that way of thinking and hang out with them. Ezért, amikor elkezded átalakítani a hiedelmeidet, nagyon fontos, hogy találj másokat, akik szintén a bőség hiedelmeit és nem a hiány hiedelmeit alakítják ki magukban, és tölts velük együtt időt. And also be aware that you when the new beliefs are new, before they've gotten really, really strong, it is important that you kind of dial down the volume on the other beliefs that other people hold, people who have not changed their beliefs yet. Amikor átalakítod a hiedelmeidet, nagyon fontos, hogy kicsit csökkentsd a hangerejét a téged körülvevő, még meg nem változott hiedelmeknek, amiket a környezetedből kapsz. So this is where the community that Attila offers you is so powerful and so necessary. Because if you really want to make this change within yourself, and when I see you at, I'm going to be at Attila's boot camp in January, the goal setting boot camp, and I'm going to share with you a very simple 3-step process for changing your beliefs. It's not that hard. It's not as hard as you might think. And when you change your beliefs, játszik egy nagyon fontos szerepet. Az a közösség, amit Attila épít nektek. Mi találkozni fogunk januárban a célkitűző edzőtáborban, és meg fogok osztani veletek egy 3 lépéses folyamatot a hiedelmeitek megváltoztatására. Ez nem olyan nehéz, mint amennyire gondolod. Sőt, ez könnyű. And when you change your beliefs, the achievement of your goals feels very easy. Amikor megváltoztatod a hiedelmeidet, a kitűzött céljaid elérése nagyon könnyű lesz. That's because when you have your subconscious mind working for you and not against you, the subconscious mind is hundreds of times more powerful than your conscious mind. Ezért, amikor a tudatalatti elméd a te érdekeidet szolgálja, minden könnyebb lesz, mert a tudatalatti elméd több százszor erősebb, mint a tudatos elméd. So that means 2 things. One, if your subconscious mind is working against you, you will never win. Ez 2 dolgot jelent. 1. Ha a tudatalatti elméd ellened dolgozik, sosem fogsz nyerni.
But two, if your subconscious mind is working for you, it will, your success will feel like it comes to you so easily, like a miracle. De másrészt, hogyha a tudatalatti elméd érted dolgozik, akkor a siker nagyon könnyű lesz, mint hogyha egy csoda megtörténne veled. Because subconscious power means you don't even really have to think about it. Mert a tudatalatti erő azt jelenti, hogy igazából nem is kell gondolkodnod rajta. And this is not miracles. This is actually brain science. It just feels like a miracle. Ez csak csodának tűnik, csodának érződik, de ez igazából az agytudománya. Okay, so some of the questions, let me just go over them again. That people sent in were things like, how can I have persistence? Hadd vizsgáljam meg újra a kérdéseket, amiket kaptam. Volt benne olyan, amiben az volt a kérdés, hogy hogyan legyek kitartó? And how can I keep the flame alive of my goal? És hogyan tudom megtartani a lángot magamban a céljaim iránt? And how can I navigate the ups and downs of the entrepreneurial life? És hogyan tudom kiegyensúlyozni, vagy legalább navigálni a vállalkozói élet hullámzó fentjeit és lentjeit? And what I would say to that is, when you have a strong belief that is supportive of your success, you automatically have persistence. You have the strength of conviction to overcome all obstacles because you have a strong belief in your ability to succeed. Erre én azt mondanám, hogy ha van egy erőteljes hiedelmed, akkor az meggyőződést ad és erőt legyőzni az összes nehézséget. And you have no problem keeping the flame alive. The flame burns strong, it burns bright, and it does not go out when your belief is strong. Ha a hiedelmed erős, nem probléma a lángot fenntartani. A láng erősen, fényesen ég, és egyáltalán örökké ég, és nem akar kialudni. You are able to navigate the ups and downs, because you know that even when you're going through a down, it's not the end. You believe in your success. It's just an obstacle. It's just, a minor, temporary problem that you know you can overcome. Képes vagy navigálni a hullám völgyeket is, mert tudod, hogy még akkor is, amikor lefelé mész, hogy ez nem a vég, ez nem a halál, hanem ez csak egy ideiglenes probléma, amit hamarosan megoldasz. Another question was, how can I overcome doubt? And how can I overcome the doubt of my spouse? Egy másik kérdés az volt, hogy hogyan győzhetem le a kételyt, és hogyan győzhetem le a párom kételyét. And again, when you have that really strong belief, then you have much less self-doubt. And when you have much less self-doubt, when you have a stronger faith in yourself, then you're much more able to handle other people's doubts about you. They don't seem like such a big deal. Amikor megfelelőek a hiedelmeid, akkor nincsen annyi kétséged önmagaddal kapcsolatban. És hogyha te hiszel önmagadban, akkor sokkal jobban tudod kezelni mások kétségeid feléd. Another thing that comes up for people around being an entrepreneur is this idea of security. And másik dolog, ami felmerül az emberekben a vállalkozással kapcsolatban, az a biztonság kérdése. And a fear that, you know, if I'm an entrepreneur, I don't have the security of a constant job. És hogyha én vállalkozó vagyok, akkor nincsen meg egy állás biztonsága. And here I want to refer to Jeff Walker, something that Jeff Walker said to me.
És itt Jeff Walkert szeretném idézni. Ezt mondta ő nekem, ami szerintem ide illik. And he said, the only real security is the value you create in other people's lives. Ő azt mondta, hogy az egyetlen valós biztonság, az érték, amit más emberek életének adsz. That is the only real security. Ez az egyetlen valós biztonság. So it doesn't matter if you have a job or if you're an entrepreneur. If you are not creating value for other people, you have no security either way. Ezért nem számít, hogy munkahelyed, állásod van, vagy vállalkozó vagy. Ha nem teremtesz értéket másoknak, nincs biztonság az életedben. So that means there's another very important belief that you need to have to be successful. Ez azt jelenti, hogy szükséged van egy másik nagyon fontos hiedelemre, ahhoz, hogy sikeres lehess. And that is the belief in your ability to create value for other people. Ez pedig az, hogy hinned kell a képességedben, hogy képes vagy másoknak értéket teremteni. And usually you get that belief from knowing what your mission is, what your big why is. Általában ezt a hiedelmet abból merítheted, hogyha tudod, mi a küldetésed, hogyha tudod, mi a nagy miérted. So I believe that's another very important part of goal setting, is tapping into your bigger, grander vision, mission and purpose. Én hiszek benne, hogy a célkitűzés egy másik fontos része, hogy megcsapolhassd a magasztosabb célod, küldetésed és miérted erejét. Okay, so I'm looking forward to sharing with you at the bootcamp, the goal setting bootcamp, the very powerful three-step process for changing your beliefs. Már alig várom, hogy a célkitűző edzőtáborban megoszhassam veletek a nagyon erőteljes folyamatomat, amivel könnyedén átalakíthatod a hiedelemrendszeredet. And I'm also going to share with you the five stages to growing what I call your tree of abundance. És meg fogom veled osztani az öt szintjét annak, amit én úgy hívok, hogy a bőség fád felnevelése. Once you understand the tree of abundance framework, you will understand exactly what you need to put into place in your life in order to achieve success beyond your wildest dreams. Ha megérted a bőség fájának szerkezetét, akkor érteni fogod, hogy mit kell tegyél ahhoz, hogy minden álmodat felülmúló sikert érhessel. So I very much look forward to sharing all that with you in January. Alig várom, hogy januárban mindezt megoszhasson veletek. I'm excited also to visit Budapest for the first time. És nagyon várom, hogy Budapestet először megnézhessem. Julie, thank you so much. I think it was a perfect introduction and preparing your visit, your speaking within almost 7 weeks. It's very close. Very close. I'm excited. Köszönöm, Julie. Úgy gondolom, ez egy tökéletes bevezetője volt annak, hogy az alig néhány hétre való találkozásunkat előkészíthessük. So, hölgyeim és uraim, igazából amivel mi készültünk nektek, az az, hogy mint tudjátok, Julie könyve hamarosan megjelenik. És két segítségre van szükségünk tőletek. Az első, hogy jövő héten fog egyrészt nyomdába menni a könyv, és szeretnénk, hogy megszavazzátok, van két címötletünk. Szeretném, hogy megszavazzátok a címet, hogy melyik, amelyik tetszik nektek, akár ha bárkinek van kedve, írhat nekünk ide még ötleteket. Szóval akkor készen álltok? Mutathatom a címverziókat. Ugye kettő lesz, az első bőség programja, vagy hogyan számolt fel a hét pénzmitoszt, a másik a bőség kódja, avagy hogyan írt felül a hét pénz mítosz. És mi pedig úgy fogjuk csinálni, hogy én elindítok itt egy szavazást,
itt fogod látni. Rögtön nincs más dolgod, mint hogy az egyes vagy a kettesre klikkelj rá, adok egy percet, és annyit kérek, hogy az a cím, amelyik neked jobban tetszik, amely jobban kifejezi az egész gondolkodásmódot, amit most Julie-tól megértél, megtanultál, azt fogjuk választani. Jó, tehát próbáljuk, hogy az, ami angolul jól hangzik, az nem minden esetben passzolódik jól magyarul, tehát ezért nagyon-nagyon fontos. Would you be so kind a little bit summarize that, that I have said in Hungarian, Julie? Attila is asking the participants to have a little vote about the Hungarian translation of the book, and if they have any other feedback and ideas regarding the title, they can vote right now in the following minute. Great. Yeah. 10 seconds more to go. Még 10 másodperc. Okay, so, well, they are counting, voting more and more. Na, utolsó pillanat, hölgyeim, uraim, utolsó, visszaszámolok 10-ből egyig, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 és 2 és 1, és lezártam a szavazást, meg is mutatom nektek a végeredményt. Kérem szépen, 69-31%-ban a bőség kódja, vagy hogyan ért föl a 7 pénz mítoszt, ez nyert. So, the abundance code, how to override the 7 money myth. This is the winner, 69%. So, how do you like it, Julie? Good. Hogy tetszik Good. Ez neked, Julie? Nagyon jó. Okay, na akkor megyünk tovább. Mégpedig, hölgyek, urak, jön egy következő nagyon izgalmas, úgy mondjam nektek, lehetőség a szavazása, ez pedig a könyvborító. Szeretném nektek elmondani, this is the book cover poll. So, a könyvborítót tekintve, még a cím is más rajta, egy munkacím van rajta, inkább a stílusát szavazzátok. Itt a PowerPoint prezentáción fogok mutatni nektek a két képet egymás mellett. Ugye jó, értetlő, a bal oldali lesz az első, a jobb oldali a második. Itt majd itt a chat ablakban írd meg, hogy egyes vagy kettes, ezt majd miután a végén összesítjük és megnézzük, hogy melyik az, amelyik nektek tetszett. Szóval készen álltok, akkor gyerünk, nyomjuk a könyvborító szavazást. Így néz ki az első, itt pedig a második. Jó, tehát azt kérem, hogy nézzétek, ne nézd még a szöveget rajta, meg a sorozatjelzés, ezek mind jönni fognak. Most csak a hangulat, a stílus szeretném igazából, hogy szavazzátok, hogy melyik az, amelyik hozzátszól, melyik, ami kicsit üzletiesebb, bemutatja mindazt, hogy ugye a szegénységből a gazdagság felé. Please vote in the chat box which book cover you like better. Na, adok még 20 másodpercet. A zebrás. Ez jó. 20 seconds to go. Yeah. Na, hölgyek, urak, lejárt az idő. Amennyire jobban látom én itt nagyságrendileg futkározva, egy picivel több volt az egyes, mint a kettes. Tehát arra a verzióra szavaztatok. Nagyon szépen köszönöm nektek, akkor léphetünk tovább. Mégpedig azzal a kérdés, hogy hogy lesz 2018 a legjobb üzleti éved? És nem csak üzleti, hanem magánélet. I see that number one is a little bit more. Let's go on. Szóval a lényeg az, hogy azt vizsgáljuk mindig minden év elején, hogy mi a legnagyobb akadály, ami megálltol abban, hogy a következő szintet tud lépni a vállalkozásodban vagy a magánéletedben. Ezért tartom már 10. esztendeje az évindító célkitűző edzőtábort, és ezért lesz fantasztikus Julie-t a Budapesten a színpadon látni, hallani, illetve Andrew McColt és Bandit is, hiszen, mint ahogy láttátok, Julie jött egy gazdagságból, szegénység, újra gazdagság, Bandiról pedig meg fogjátok majd hallani tőle, hogy ő egy nagyon-nagyon mély szegénységből nőtte igazából, ki saját magát építette fel. Ugye ez lesz
Január 11-12-én az immár 10. jubileumi évindító célkitűző edzőtáborunk. Amit szeretnék nektek mondani, hogy ma indul el a regisztráció, tehát aki még nincs ott, az most tudja még a helyét biztosítani, hiszen 412 volt kora reggel, de már azóta is jöttek már regisztrációk, most fogjátok tudni. Hadd kérjem meg Borői Bence kollégámat ide a csatlakozóba, szintén tegye ide a linkjét ennek a Early Bird kedvezményes oldalnak. Nem kérek tőled másod, mint csak klikkeljetek rá, aztán majd még véget ér a webinár, akkor nyugodtan tudod magát a helyedet biztosítani, hozd magaddal üzlettársadat, életed párját, nagyon fontosnak tartom, hogy együtt álmodjatok. Jó, annyit fontos még tudnod, hogy csak december 1-én péntek éjfélig van ez az Early Bird kedvezményes lehetőség, utána emelkedik az ár 2-ától, tehát húzzatok bele, hogyha mindenféleképpen ott akartok lenni. Hölgyek, urak, most jött el akkor az ideje, jöhetnek a kérdések, van-e bárkinek kérdése Julihoz, akkor most tegyétek meg, Zsac fordítja, és a hátralévő időben, azt gondolom élőben Juli szívesen válaszol egy pár kérdést. De mielőtt még nekiindultok a kérdésekkel, hadd mondjak el annyit, hogy Juli programja úgy néz ki Magyarországon, hogy a VIP Gold ticketet vásárolók, tehát akik VIP jegyet vásároltak, vagy többek között a gyorsítósávosaink és az elit coachingosaink, ők már ugye Upstart VIP Gold ticketet rendelkeznek, ők fognak találkozni Julival és Bandival. A nulladik napon délután 4 órától lesz Juli könyvének a bemutatója, tehát akkor a bőség kódja, vagy hogyan írt fölül a 7 pénzmítoszt, ennek a magyarországi könyvbemutatója Julival, és igazából ami egy nagyon fontos dolog, hogy minden VIP vendég ajándékba fogja kapni Julitól a könyvet, illetve Julival lesz még az első nap estéjén, vacsora után egy exkluzív, nagyon speciális előadástréning, pontosan ez, amiről az előbb beszélt, az ő 3 lépéses folyamatáról. Hogyan tudod a hitrendszeredet, a gondolataidat, a korlátozó gondolataidat fölülírni és egy sokkal erősebben lecserélni. Oké, tehát ez lesz a program, regisztráljatok a www.pia.hu/evindító oldalon, és aztán hajrá, legyünk ott minél többen, hallgassuk Julit és Bandit élőben. Na, akkor Zsac, most jönnek a kérdések, én akkor elkezdem itt olvasni, jó? Time for some questions. Oké, tehát létezik egy film is, a bőség kódjáról hol érhető el? Így van, Julinak tedd fel a kérdést. There's a movie about the abundance code. Where can I get it? Okay. So the movie, I can provide a link to everyone. It's only in English, though. There are no Hungarian subtitles right now. So I can only offer the film in English, but I'm happy to do so. As we promised you, we shared the link at the bootcamp. A yes. Filmnek van egy linkje, én ezt nagyon szívesen átküldöm. Egyelőre még nincsen magyar felirata. Attila mondta, hogy a évindítón mindenképp meg fogják kapni a résztvevők a linket. Oké, okay, next one. Pávogyi Zili barátunk, aki elit coachingos, sőt most már a Masters Club tagja is, nagyon sajnálja, hogy nem lehet ott januárban, mert Amerikában megy egy üzleti útra, és köszöni nekem, hogy újból szuper ember találtam. Zoltán Pávölgyi, who is part of my elite coaching and my master's clubs as well, is very sorry that he cannot participate in the bootcamp because he needs to go to the US for a business trip, but he congratulates us for finding again another great speaker. Thank you. Köszönöm. Simon Anzsi kérdezi, azt gondolom, ezt inkább magyarul fogom lefordítani angolból, mert Julie látja, what is the most effective way to examine the beliefs, hogy melyik a leghatékonyabb módja, hogy megvizsgáljunk egy hitet, egy hitrendszert. So Julie. What is the most effective way to examine the beliefs? Yes. Okay, I will teach a lot more about this at the bootcamp, but I will give you one very simple tip right now. And that tip is to listen to what comes out of your own mouth. Sokkal többet fogok erről tanítani az évindítón, de hadd meséljek most erről egy kicsit. Hallgasd meg, hogy mi jön ki a saját szádból. So,
when you are talking about your business, when you are talking about money, when you are talking about success, just keep talking. Don't edit yourself, but also have a part of yourself that becomes the witness that watches and listens to what you say. Amikor beszélsz a vállalkozásodról, beszélsz az üzletről, beszélsz a pénzről, akkor csak beszélj. Csak beszélj és beszélj, és ne cenzúrázd magadat. De legyen egy részed, ami megfigyel, és hallja, hogy miket mondasz. And don't judge what you're saying. Just let it come out, but notice it. And if you can, just write it down in a notebook. Without trying to change anything at first, just notice what it is and write it down in a notebook. The things that you actually say about money and about success. És ne ítéld meg magad. Ne ítéld meg magad. Ne próbálj semmit megváltoztatni. Egyszerűen csak írd ezeket össze egy jegyzetfüzetbe, hogy miket mondasz a pénzről és a sikerről. De ne ítélkezz magad felett. And as you start to notice it and write it down, and then start to review it, and you will start to see a pattern in what you have to say that will tell you what your belief is. És ahogy ezt elkezded leírni, újra és újra és újra, vizsgáld őket felül, és azt fogod látni, hogy van egy mintája a hiedelmeidnek. Okay. Also, in my book, at the end of every chapter, I have exercises and questions that I ask the reader. And when you do those exercises, they're specifically designed to help you figure out and pull to the surface what your subconscious beliefs about money, success, and wealth are. No. Zsolca, eltűnt, akkor fordítom én. A könyvében mindegyes fejezet végén van egy rész, ahol kimondottan speciális kérdéseket fogalmazott meg Julie, azzal kapcsolatban, hogy segítse az adott fejezet mélyebb megértését, könnyebb feldolgozását. Oké. Okay. Azt mondja, hogy Szergyi Bécsi Tímea kérdezi, hogy megosztanál-e velünk egy technikát, amivel átírható a hiedelem, a negatív hiedelem, pardon. Zach, are you with us? Could you please share with us a technique that we can use to rewrite a negative belief? Yes. As I said, I will teach a lot more about this at the boot camp. And I am reluctant to share a rewriting technique for one good reason. And the good reason is that there are actually three steps to belief change. This is what I'm going to teach, one of the things I'm going to teach at the boot camp. And the rewriting step is step number three. And it's very important that you do step number one and two first. So a lot of people ask this question, you know, for example, they're like, I would like to do affirmations. What if I just do affirmations? For a lot of people, affirmations don't work. And the reason they don't work is because they are step number three, and they don't know about step number one and step number two. And if you don't do step one and two, step three tends to not work. A hiedelmek újraírása a harmadik lépés. És hogyha nem végzed el az első és második lépést, akkor nem fogod tudni átírni a hiedelmeidet. Nagyon sok ember esetében látom ezt a megerősítéseknél. Sokaknak nem működnek a megerősítések, pontosan ugyanezért, mert kihagyják az első és a második lépést. Hogy tudod felfedezni azt, hogy egy gyerekkorból hozott hitrendben kapcsolva a jelenetben, és akad ez a táblépésben, a fejlődésben? How can you realize that there is a negative belief that you bring from your childhood, and it is hindering you from success in your adulthood? This is a beautiful question. Thank you for asking this question. Ez egy gyönyörű kérdés. Köszönöm, hogy feltetted. The number one indication that you have
a belief that is hindering you is the experience of frustration. Az első számú jele annak, hogy van egy korlátozó hiedelmed, frusztrációt tapasztalsz. When you experience frustration in your life, and I don't mean, for example, let me give you this example. You put your key into the lock of the door and it doesn't open, right? So if you put your key into the lock of the door one time and it doesn't open one time, you get a little bit frustrated. But if you put your key into the lock and it doesn't open every time you try it, then you get really, really frustrated. I'm talking about like that level where you're really frustrated. You've tried again and again and again to succeed and it's not working and you are very, very frustrated. Hadd when you're at that level? A frusztrációra, hogyha berakod a kulcsodat a zárba és megpróbálod kinyitni az ajtót, de az ajtó nem nyílik, akkor egy kicsit frusztrált leszel. De hogyha újra és újra és újra, amikor próbálsz bemenni, sosem nyílik ki az ajtó, mert nem fordul el a kulcs, akkor nagyon frusztrált leszel. Én erről a frusztrációról beszélek. When you experience a high level of frustration, you know you definitely have a limiting belief that is hindering you. Amikor egy ilyen erőteljességű frusztrációt élsz át, akkor tudod, hogy van egy korlátozó hiedelmed, ami akadályoz téged. Oké. Okay. Következő kérdés. Hogyan vehetem észre, hogy a korlátozó paradigmáim működnek éppen, vagy csak egyszerűen rosszul csinálok valamit? Ez is jó. Next question. How can I realize that I have limiting paradigms at work, or is it that I just not doing something right? Again, it's about a pattern. So for me, for example, in my story, you know, I had the childhood experience of gain and loss. And then in my adult life, when the first time I had the experience of gain and loss, I didn't realize that I had a limiting belief that was causing that. Then the second time, when I had this extreme experience of gain and loss, then I started to go, oh, this is a pattern. Maybe there's something behind this pattern. So everybody has patterns in their lives. And it takes a little bit of self-examination. Itt is a minta a kulcs. Amikor én legelőször átéltem a hatalmas sikert a gyerekkoromban, és aztán a vesztességet, majd felépítettem az első vagyonomat, és utána elvesztettem, akkor még nem gondoltam arra, hogy itt van egy tudatalatti hiedelem a háttérben. De amikor már másodszorra felépítettem a sikeremet, és nagyon elvesztettem, akkor már egy mintát láttam. Mindannyiunknak vannak ilyen mintái, és kell valamennyi türelem ezeket megfigyelni. Okay. So if you have tried to succeed a few different ways, and it's not working out for you, that's a pattern. Ha próbáltál sikeres lenni többféleképpen, és nem működik neked, akkor ez egy minta. Oké, okay, következő, Majától. Ha a tudatalatti erősebben hat ránk, melyik az a legjobb módszer, amely ki lehet tisztítani a célunk eléréséhez? Next question. If our subconscious is the strongest force that is affecting us, what method can we use to cleanse out anything that hinders us from achieving our goals? Very good question. And that is what I'm going to cover at the boot camp. Nagyon jó a kérdés. Pontosan erről fog beszélni az célkitűző edzőtáborban. Mennyi ideig tart, amíg egy jó hiedelmet megerősítek a tudatalattimban? How long does it take to strengthen and nurture a positive belief in my subconscious? That's a good question. It doesn't take very long to install a new belief. Nagyon jó a kérdés. It also doesn't take very long to undo it. Kialakítani egy új hiedelmet.
nem tart túl sokáig kialakítani egy új, megerősítő hiedelmet. És nem tart túl sokáig visszacsinálni a pozitív változást sem. So it's very important when you install a new belief that you do protect it for a period of time. And I will go through this. This is actually a part of the five stages of your tree of abundance. It's a part of that training that I will do at the boot camp. És ezért, amikor kialakítasz egy új megerősítő hiedelmet, nagyon fontos, hogy egy ideig védelmezd. Én beszélni fogok erről, ez az egyik szintje, amikor azt mondom, hogy a bőség fájának öt növekedésének öt szintje. And the tree is a good analogy because, for example, when you plant a new tree, when you plant a sapling, you know how they often put three stakes around the sapling and they put some protective kind of plastic stuff around the sapling when it's just new so that it can grow up and become strong. But when the tree is strong enough, they take that protection away. So it's like that with your beliefs, the new beliefs that you install. És ezért ez az előadásom része lesz. És a fa egy jó analógia, mert amikor elültetünk egy magoncot, akkor az gyakran körbevesszük karóval, és egy műanyag védőhálóval, hogy védelmezzük. De amikor a fa egy idő után már megnőtt és megerősödött, nincs szükség a karókra és a védőhálóra. Ugyanígy működik ez a hiedelmeinknél. Hadd adjak én is egy kis kiegészítést hozzá. Az Elite Coachingban az egyik első olyan programunk, amely pontosan erről szól, ennek a célját segíti, az nem más, mint az alfavezető bőség énképnek a megírása. Azon a technikán gyakorlaton viszem végig a résztvevőket, amelynek a végére elkészítik azt a bőségképet, így is hívjuk alfavezető bőségkép, amilyen emberré válni akarnak, ahogyan élni akarnak, amilyen érzéseket akkor érezni fognak. Többek között én magam is ezt kezdtem el, 2009-ben, amikor Bapoktól kezdtem el tanulni, és nekem 3 éven be kellett, de 3 éven keresztül ezt a bőségképet nap mint nap szisztematikusan meghallgattam, és átéltem azokat a gondolatokat, érzéseket, amilyennek magamat megálmodtam, megteremtettem. Nekem 3 évig tartott, amióta már nincs visszaút. Would you be so kind to translate back to Julie, please? I think we lost Jack. So, In my Elite Coaching program, we have one program, 2 days are absolutely designed around how to create, write, and then install the new abundance, let's say, self-image. We call it abundance self-image. And this is the way how we create, let's say, there is a series of exercises within the Elite Coaching program to create the life, the circumstances, the conditions, or what the people or the person in question want to achieve in an ideal state, and how to write all this statement with emotions, and how to install during day by day, creating an MP3 or a screen scrap at whatsoever. So this is, we have very one specific exercise series for that. Okay. Great. Okay, akkor nézzük a következőt, szinte egy nagyon jó kérdés. Lehetséges egyedül felülírni a hiedelmeket, vagy szükséges hozzá valaki, aki kontrollál? Zsat, nem hallunk. Next great question is, can I rewrite my beliefs alone, or do I need somebody that controls me? You can do it on your own, yes. It's very good to have guidance. So, lehetséges egyedül, you know, igen, bár nagyon jó egy kis plusz segítség. It's similar to like the question of, if you wanted to go and study mathematics, you certainly could learn it from a book, but you learn it probably better and faster if you have a good teacher. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasonlít a matematikához. Hogyha te ezt szeretnéd megtanulni, akkor képes vagy elsajátítani ezt egy könyvből. De valószínűleg sokkal hatékonyabban tanulsz, hogyha van egy jó tanárod. Amikor én elkezdtem 2008-ban
Bobroktortot tanulni, akkor az egyik első program, persze a küldetésem, a nagy miértem, a céljaimon túl, az mindenféleképpen ennek a bőségképnek, a belső bőség én képemnek a megírása volt. És hallottam én már, olvastam már rengeteg könyvben erről, de ahhoz, hogy kaptam egy mintát, egy mentort, egy coachot, aki végigvezetett az úton, megmutatta, hogy ő hogy csinálta, az volt igazából nekem a könnyítő lehetőség. Természetesen meg lehet egyedül is csinálni. Oké, nézzük tovább. Hogyan írjuk felül, változtassuk meg a korlátozó hiedelmünket? Azt gondolom, erről fog szólni igazából Julie előadást. Azért légy szíves, zsatsz lefordítani Julie-nak. How to rewrite our limiting beliefs is the next question, although Attila added that I believe the lecture will be about exactly this. Yes, that will be exactly what I cover in the bootcamp. Igen, pontosan erről fog beszélni a célkitűző edzőtáborban. A következő egy nagyon érdekes kiegészítés, a hiedelem helyett nem hitet kellene fordítani, de így van. Sajnos ez egy olyan kifejezés, hogy mi is a könyvben nagyon-nagyon sokat gondolkoztunk. A belief-et, mint hit-hitrendszert pontosabb, csak egyáltalán nem használja a magyar nyelv. Én nagyon sokszor az előadásaimban paradigmának hívom egyébként, tehát azok a fajta programok, de maga a hit magadban, ez az, amiről Julie igazából tanít. Tehát az, hogy az erőségű vágy mellett a saját magadba vetett hitedet, a céljaidba, az álmaidba vetett hitedet, és hogyan tudod ezt a fajta hit, gondolat, hitrendszert fölülírni, bizony keresik ennek a magyar megfelelőt, de a hiedelem valóban nem jó, de mégis nincs meg még a pontos információ. Ezt inkább csak mondtam én a magyar csapatnak. This is a technical question on how to translate between beliefs, convictions, paradigms, and what terminology to use. Okay. I think a paradigm is like a system of beliefs. Yeah. A paradigma az egy I don't think there's much difference between a conviction and a belief. Én úgy gondolom, nincs nagy különbség egy mély meggyőződés, egy hiedelem és egy hit között. Although you could say sometimes a conviction is just an opinion, whereas a belief is deeper than that. Bár mondhatnánk, hogy a meggyőződés az csak egy vélemény, míg egy hit vagy egy hiedelem az ennél mélyebb. Az a gond, mondom magyarul a hiedelemmel, hogy abszolút idegen szó. Az, amivel összekeverjük, nagyon sokan is nem értjük, ez igazából az angolul a belief and the faith, Julie, very close in Hungarian, beliefs and faith. And the faith is a very negative connotation, I mean, in our Hungarian culture, or not as positive in the American or the English culture. So, ugye, hadd tegyem hozzá, alapvetően amit nagyon kerülgetünk, ez mindig a vallásos hit, vallásos meggyőződés, semmi köze nincs ahhoz, amit vagy Juli, vagy akár én tanítok. Tehát ez a saját magunkba vetett hit, csak megint a magyar szó használatban egyáltalán nincs benne ez a fajta magunkba vetett erős hit, amelynek a megteremtése igazából a kérdés, a kihívás számunkra, hiszen egy szűkösséggondolkodásból, egy olyan hitvilágból jövünk, ahol úgyse fog nekünk sikerülni, minek kezdjünk bele, és a többi mentalitás jellemző ránk itt So let me explain what I mean by belief with a quote from Carl Jung. Okay? Hadd meséljem el, hogy mit értek hit alatt, vagy hiedelem alatt egy Carl Jung idézettel. Okay. So I hope you can translate this as accurately as possible. The quote is, until you make the unconscious conscious, it will rule your life, and you will call it fate. Amíg a tudat alattit nem tudatosítod magadban, ez irányítani fogja az életedet, és te sorsnak fogod hívni. That is what I'm talking about. When I talk about belief, it is the unconscious part of you that is ruling your life without you being aware of it.
Ezt értem, amikor hiedelemről vagy hitről beszélek, azon tudatalatti részünk, ami irányítja az életünket, anélkül, hogy ezt észrevennénk. And until you make that unconscious part conscious, then you're not really in control of your own life. És amíg nem tudatosítod önmagadban ezt a tudatalatti részedet, addig nem igazán irányítod az életedet. Én azért imádom, amit Julie velünk megoszt, és a saját az ő példáján keresztül mutassam be nektek, mert itt Magyarországon felnővén, itt tanulván iskolákban, egyetemeken, mindig az a gond, hogy a lexikális tudást állítják elénk követendő példaként, de én soha nem találtam semmilyen olyan statisztikai kimutatást, miszerint az egyetemi végzettség egyenlő lenne a sikeres, gazdag, egészséges, bőséges élettel. Ha csak megnézzük Julie életét, volt egy nagyon égő vágy, hogy újra gazdag bőségben akar élni, ehhez elkezdett tanulni 12 éven keresztül Ausztrália és Japán legjobb egyetemén pénzügyeket, gazdaságtant, és utána ugyanúgy csődbe tudta vinni a vállalkozást. És ez az, amit magyaroknak nekünk fontos megértenünk, hogy nem a technikai tudás, a tények számít, hanem sokkal inkább a belső gondolati világot észrevesszük, hitrendszerünk. Ezért nagyon-nagyon szépen köszönöm, Gyurinak, hogy ezt tanítja nekünk. Kiegészítve mindazt, amit én is hiszek és képviselek. I'm really grateful for what Julie shares with us through her own story, because in our culture we are being taught and pushed that lexical knowledge is what we need, and we need to gather more facts and more techniques and more know-hows. And here we have a person who spent 12 years in learning the best universities in Japan and Australia, and she was still able to go to bankruptcy even after that. So through this example, we can learn that it is the faith or belief in ourselves that we can really need to focus on and change those beliefs so that they work in our favor. You have understood it perfectly. Tökéletesen megértetted. A résztvevőknek szeretném elmondani, hogy Julie-val kitaláltunk egy extra programot az évinyitó második napján délutánján, miután Bandinak ebéd után lesz az előadása, fogunk tartani egy panelbeszélgetést. Ez egy Julie ötlete volt, és nagyon nagy örömmel adok ennek helyet. Bele fogjuk tenni a kétnapos programunkba. Mégpedig a panelbeszélgetés arról szól, hogy a színpadon Julie és Bandi. Julie jön a gazdagságból, szegénységbe, újra gazdagságba. Bandi pedig a nagyon mély szegénységből, drogos apuka, börtönviselt apuka, anyuka elhagyja kiskorában, építette fel magát. Tehát ezt szeretnénk nektek egy ilyen panelbeszélgetésben megosztani veletek, hogy milyen hitek, milyen gondolkodásmód kellett ahhoz ennek a hullámvasútnak a megéréséhez, de a legfontosabb, és biztos, hogy mindenki ez érdekel, hogy tudja kialakítani azt a hitrendszert magában, az álmaiban, amivel tartósan tudja magát igazából a bőség felé kormányozni. We will have a panel conversation on day two. With you, Julie, and Andrew, you remember. Okay. Yes. It was a translation in a nutshell. Okay. Újabb jó kérdés. Az átlag ember nem mer gazdag lenni, vagy nem hisz benne, mert nem látott rá jó példát. Probléma engem akadályozza a negatív gondolataival. The average person doesn't dare to be rich and doesn't want to grow further. The problem is that the person is hindering me with his or her belief. Well, you can only change yourself. You can Csak only magadat change yourself. Tudod megváltoztatni. But when you change yourself, often other people around you will also change because of your example. You become an example of what is possible. And that example has ripple effects. It does affect the people around you, but you have to take responsibility to change first. Csak magadat tudod megváltoztatni. De amikor megváltoztatod magadat, akkor egy példa leszel mások számára, és ez vízbe dobott kőként kigyűrűződik a környezetedre. De fel kell vállalod a felelősséget annak, hogy először te változz. Ja, következő. Ezek a hiedelmek, hitek honnan jönnek?
őseinktől, szüleinktől, társadalomból, előző életből, vagy lélek hozza magával. Honnan vesszük magunkra ezeket? Next question. Where do these beliefs come from? Do they come from our ancestors or from our childhood or are they embedded in our soul? Where do these beliefs come from? Mostly they do come from our childhood and they come from our ancestors. They've been handed down from generation to generation. Our parents teach us what they know from their parents. Nagy részt a gyermekkorunkból jön, és részben az őseinktől. Generációban generációra átadják a családok, hiszen azt tudják megtanítani a gyermekeiknek, amit ők is a szüleiktől tanultak. And what our parents and grandparents and great-grandparents taught us were things that were relevant to the world that they were living in. A szüleink, nagyszüleink és dédszüleink olyan dolgokat tanítottak nekünk, amik az ő idejükben voltak relevánsak. So, for many thousands of years, there was not much change in the way that life was. Több ezer évig nem volt igazi változás az élet működésében. But in the last 100 years, in particular, a huge amount has changed, particularly with technological innovation. The world has completely changed. De az elmúlt 100 évben rengeteget változott a világ, főleg a technológia innovációnak köszönhetően. A világ teljesen átalakult. So we are operating in this world that is completely different with a very old set of programming. Ezért mi ebben a teljesen megváltozott világban egy régi program szerint üzemelünk. So it's like I have an Apple iPhone and I have not updated the operating system since it was created. Ez olyan, mint hogyha lenne egy új iPhone-om, de nem frissítettem volna a rendszert a legelső iPhone megjelenése óta. When you don't update your operating system, the device does not work properly. Wow. Ha nem frissíted az operációs rendszert, akkor az eszköz nem működik megfelelően. Yeah. And we are like that. Yeah. If we don't update our beliefs, we can't operate efficiently in the new world that we find ourselves in. És mi is ilyenek vagyunk. Ha nem frissítjük az operációs rendszerünket, akkor nem üzemelünk a minket körülvevő új világban megfelelően. Itt egy újabb zseniális kérdés. Mi ad erőt neked, Julie, amikor esetleg magadra maradsz a pozitív hiedelmeiddel? Van valami szabály, amit követsz lépésről lépésre, hogy felülkerekedj az adott szituáción vagy környezetedem? Another great question. Julie, what gives you personally strength when you find yourself a little bit alone with your positive beliefs? Is there a step-by-step schedule or procedure that you follow? Yes. I have very specific things that I do in my life in order to keep my beliefs strong. One of the things that I do is that I'm a member of a mastermind group with Attila, and I go to that mastermind group 3 times a year. And I find I need to go to that group because they're very much positively, abundantly minded people. And I need to be around those people regularly in order to keep my mindset strong. Igen, nagyon határozott dolgokat teszek a hiedelmeim megőrzése érdekében. Ennek az egyik lépése, hogy járok egy mesterelme csoportba Attilával, mert azt tapasztalom, hogy ott nagyon bőségmentalitású, nagyon pozitív emberek vannak, akikkel rendszeresen találkoznom kell ahhoz, hogy megfelelő állapotban tudjam tartani hiedelmeimet. Ugyanez nekem is. Akár hányszor az első támban megyek Jeff Walker Platinum Plus Mastermindjába,
az egy olyan, mint amikor bedugom a kezemet a konnektorba, és feltöltöm az akkumulátoraimat, sokkal jobban értékelem magam, amit elérek, elértem, sokkal nagyobb lendülettel érkezem haza. Szóval ugyanezt tudom megosztani, mint Gyula, hogy egy ilyen különleges közösségnek a tagja lenni, az mindent megér. Same for me. Anytime I visit Jeff, I feel plugged in and recharged. Yeah. Okay. Pávügyi Zoli kérdése. Vannak fentek és lentek az életemben. Hogyan tudom a fenteket jobban megtartani? Hogyan tudom magam gyorsan kirángatni a frusztrációmból? A mintát végérvényesen átrajzolhatom? Another question. I have ups and downs in my life. How can I prolong the ups and take myself out of the downs? Is it possible to permanently rewrite the pattern? Okay, so this is a good question, because ups and downs are going to happen. Perhaps that's a belief, perhaps it isn't. Things in life that are beyond our control will continue to happen, right? So in that sense, there's some ups and downs associated with things that are not in our control. Az életben lesznek fentek és lesznek lentek. Lehet idézni egy hiedelem, lehet, hogy nem. Az életben továbbra is lesznek dolgok, amik nincsenek az irányításunk alatt. But when you have a supportive set of beliefs, it's so much easier to navigate those ups and downs. De amikor van egy támogató hitrendszered, annyival könnyebb navigálni ezeket a fenteket és lenteket. So think of it like the rudder on a ship. If you're in difficult weather on the ocean and you have no control over your rudder, then you are at the mercy of the weather. But if you have control over your rudder, then you can navigate, even though the weather is challenging. Gondolj magadra úgy, mint egy hajónak a kormánylapátja. Hogyha nem irányítod a kormánylapátot, akkor teljesen a szélnek az áldozatává válsz. De hogyha tudod kormányozni a hajódat, akkor még kihívásokkal teli időjárás közben is meg tudod tartani az irányodat. Great. Itt egy fantasztikusan jó kérdés, Gyuli, neked Mezei Viktortól. Miért mintának tudod be a pénzed elvesztését, miért nem tudáshiánynak? Te is ezt mondtad, hogy nem értettél az adott üzletekhez, amivel elvesztetted a pénzed. Miben látod a különbséget? This is a great question for you, Julie. Why do you consider you losing your wealth as a pattern and not a lack of knowledge? You personally said that you didn't know enough about the businesses you invested in. What makes you differentiate between the two? Yeah. Well, in my case, the pattern was that I kind of purposely went into things that I didn't know anything about, right? You know, I am not a stupid person. I have quite a high IQ. I'm not stupid. And yet I did stupid things. So when you do something that, you know, doesn't make sense like that, I have the ability to investigate a business. I have the ability to understand a business, but I didn't do it. I didn't make the effort to understand the business. I didn't do any of those things that I should have done in order to navigate that situation more skillfully. And because I specifically didn't do things that I should have done, that I should have known to do, that I had the ability to do, that tells me I was avoiding something or I had a sabotage pattern going on. A minta az az, hogy én direkt mentem bele olyan üzletekbe, amikhez nem értettem. Én nem vagyok hülye. Nagyon magas az IQ-m, és ezért képes lettem volna megérteni ezeket az üzleteket. Tudom, hogy hogyan kell tanulmányozni vállalkozásokat, hogy miket keressek, miket kell megtudnom, de ezeket nem tettem meg. Ezért amikor nem tettem meg olyan dolgokat, amiket meg tudtam volna tenni, amiket
tudtam, hogy meg kellett volna tegyek. Ezt nevezem én mintának. Nekem van egy kiegészítésem még itt magyarként, és ismervén ezt a gondolkodásmódot, amit Julie képvisel, hogy egyrészt, hogy már mondtam, belénk van nagyon mélyen kódolva, hogy járjunk egyetemre, és legyen minél több diplománk. Másik oldalról valóban, ahogy itt írtad, hogy mintánk sincs nekünk arra, hogyan működik jól egy igazán korrektül felépített, hitelesen működő vállalkozás. És én mégis azt gondolom, hogy az egyetemek zseniális, akadémiai, lexikális tudást adnak mindnyájunknak, de egyáltalán nem készítenek fel arra, hogy hogyan érezzünk, hogyan merjünk, és hogyan cselekedjünk. És pontosan ezek azok a pontok, hogy hiába van valakinek fantasztikus egyetemi végzettsége, vállalkozóként bukta lehet az élete, mert mindig a múltban való tényekhez fog kötődni, amit már valaki leírt valamilyen könyvben, vagy tartott erről előadást, de egyáltalán nem azt nézi, hogy adott szituációban ő a belső érzelemvilágából megmeri tenni, fog érte tenni, vagy inkább igazából meg a gondolatot is elengedi, hogy úgysem fog ez sikerülni. Attila added a little bit, knowing the Hungarian culture and the Hungarian people, it is very much ingrained in our society to go to university and get a great degree, and we will be amassed with data and information and knowledge, but not so much of emotional experience and emotional wealth on how to be positive and how to be courageous and how to even start something. We have the conviction that I shouldn't start because I won't be able to make it anyway. Yeah. Következő. Ha az a hiedelmem, vagy hitem, hogy rettegek attól, hogy valamit elveszítek, akár a vállalkozásomat, ezt mivel írom felül? Next question. If my belief is that I will lose something, maybe my business, what is it that I can use to overcome this terrifying fear? Yes. Well, again, there's a very specific three-step process to changing your belief. And I will teach that process at the boot camp. So I don't have time to go into that now. That's a whole teaching in itself. A hiedelmek megváltoztatására van egy három lépéses, nagyon specifikus folyamat, amit meg fogok tanítani az évindítón. Sajnos most nincs időm arra, hogy ebbe mélyebben belemenjek, mert ez egy külön tanítási blokk önmagában. Kaptunk egy elismerő megjegyzést Ricsitől, ha jól látom. A robotpilóta felülírások, de környezet programozó belénk, smiley, nagyon tetszik ez a webinár. Köszönjük a visszajelzést. We got an encouraging comment, is that we need to reprogram the autopilot that has been running our lives. I love that idea. I love this webinar. Thank you so much. Thank you. Újra, nem, Ágnes, bocsánat, Simon Fiági. Mi van olyankor, ha az ember hiedelemrendszere több pénzmítoszt is tartalmaz? Családörökséget plusz saját későbbi fejlesztésű ellenmítoszt, ezek felülírhatók egyszerre, vagy van egy sorrend, ahogy foglalkozni érdemes velük? What if in your life you have more than one money myths? You got some things from your ancestors and you have some anti-myths that are self-created along the line. Is it possible to override these at once, or is there a specific order or sequence you need to follow? That's an excellent question. Excellent question. Ez egy kiváló, kiváló kérdés. So, in my book, I do discuss the seven most common beliefs about money that are limiting. A könyvemben beszélek a hét leggyakrabbi korlátozó mitoszra. And they are sequential. És itt sorrendben kell haladnunk. In most people's cases, those seven beliefs will be cover 90% of what is holding them back with respect to success. Az esetek 90%-ában ez a hét mítosz elég ahhoz, hogy beszéljünk mindenről, ami visszatartja őket a sikerhez vezető úton. With the other 10%, there may be a few beliefs that are just unique to them as a person. A másik 10% azok lehetnek számukra, mint személy, egyedi hitek. That they picked up just based on their personal
childhood experiences that were not common to everybody else. Ezeket a saját személyes gyermekkori tapasztalataikon keresztül alakították ki, amik nem voltak jellemzők másokra. So that's why I want to share with you not only what are the seven beliefs, but how do you change, how do you identify and change any belief that you have. Ezért nem csak azt szeretném veletek megosztani, hogy mi ez a hét mítosz és hit, hanem hogy hogyan változtass meg bármilyen hitet vagy hiedelmet, ami van benned. Szuper! Következő. Hú, ez is nagyon jó. Hogyan tudjuk kizárni a negatív befolyásolókat, visszahúzó gondolatokat a közeli családi körből, amikor pont támogatásra lenne szükségünk vállalkozásunk indításánál? Hitünk van, viszont az aggodalmaink is élnek még, emellett emberek is vagyunk. Hogy lehet nem meghallani a negatív véleményeket, talán inkább kizárni a negatív véleményeket? Ezt inkább én teszem hozzá. Another great question. When we're starting out a business and we would need support from our closest family members, but all we get is doubt and questions, on top of our already existing doubts and questions, we have our beliefs, but we also have our doubts because simultaneously, how can we close out the doubts that we get from our close family members? Yeah. Again, the place to start is with yourself. So because you have self-doubt, it's so much harder to deal with other people's doubt as well. As you said, on top of your own doubts, you get the doubts of other people. So the place to start is to take away your own doubts. Itt is azt tudom mondani, hogy kezd újra magaddal. Csak magaddal tudod kezdeni. Mint ahogy te is mondtad, a belső kételjeidre már pluszba rárakódik a környezetedből jövő kételj. Kezd magaddal, és dolgozzunk a te önkételjeden. Once you have dealt with your own doubts, once you have installed your own positive beliefs, things around you will start to change. And there are a lot of different ways that that happens. But as I mentioned before, one of the ways that it happens is because you live a different example. So there's a great quote, I can't right now remember who it is, but I'll let you translate first what I just said. Amikor dolgoztunk a te önkételjeden, és helyre raktuk a te saját megerősítő mintáidat, akkor a dolgok elkezdenek változni többféle módon, de az egyik mód, hogy egy saját példakép leszel másoknak, és ez kisugárzik. Szeretnék egy idézetet mondani, bár sajnos most nem tudom, hogy ezt ki mondta. So the quote I'm thinking of, I'm sorry I can't remember who it is, but it goes something like, people are not swayed by your opinions or your arguments. What changes people's views is the example of how you live your life. Az idézet a következő. Az embereket nem hagyják meg a gondolataid és a meggyőződéseid, vagy az érvelésed. Az emberek aszerint viszonyulnak hozzád, hogy te milyen példát mutatsz, és hogyan éled az életed. When you change your beliefs, you quite naturally change the example of how you live your life. And that example is what will change others more than anything. Ha megváltoztatod a hiedelmeidet, akkor automatikusan megváltozik a példa, amit mutatsz másoknak, hogy hogyan éled az életedet. És ez mindennél jobban meg fog változtatni másokat is. Márta, ha itt vagy még, akkor nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a kérdést, is, mert teljesen átélem újra ugyanazt, amikor elkezdtem én az életem nagy rendrakását 2005-2006-ban. Az egész családom nem értette, hogy miért akarok változtatni. Az egész környezetem, barátaim nem értették, hogy miért akarok másként élni. És ehhez nekem hosszú évekre volt szükségem, míg a külvilág is el tudta fogadni, hogy azzal az emberré váltam, akit odabent magamban, az alfa vezér bőségképenben megállottam magamban. Kettő dologra volt szükségem nekem. Az első és legfontosabb, amihez legkönnyebben hozzá tudtam férni, ezek a tananyagok voltak. Könyvek, MP3-as anyagok, videók, aztán különféle konferenciák, coaching programok, amivel elkezdtem kijárni, főként Amerikába. És
ahogy megyünk át a tananyagból, egyre inkább, hogy az élő rendezvények, mastermind programok, coaching programok, konferenciák, azokkal az emberekkel vettem körbe magam, akikről az előbb már a Julie is beszélt, meg én is meséltem az Elite Coachingban is ugyanez van, hogy egy olyan közösségben tudunk benne lenni, akiknek a gondolatai, a hite, a félelme, a kísértése, a vágya, az húz minket. Tehát egy ilyen Elite Coaching közösségben pontosan azt éljük meg, hogy egyszer fenn, egyszer lenn, de mindenki pozitívan, ambiciózusan áll neki. Tehát ezért óriási, a fantasztikus a kérdés, hiszen a családtagainkat nem tudjuk lecserélni, feleséget, férjet, szülőket, gyerekeket, hanem magunkat tudjuk megváltoztatni, mi legyünk egy követendő példa, és hidd el nekem, hogy ez hosszú idő, ameddig ők elfogadnak téged olyannak, és még egy nagyon fontos megjegyzés, hogy amikor úgymond negatív vélemény érkezik, az nem mindig negatív, hanem csak féltenek minket. Fontosak vagyunk nekik, nem akarnak nekünk rosszat, izgulnak értünk. Tehát ezzel egyensúlyozzál. De azt gondolom, hogy arra, hogy felkészülj, hogy ilyen van, vedd körbe magad olyan emberekkel, hogy Dan Sullivan tanítja, akik sokkal inkább a jövődre emlékeztetnek, mint a múltnak. Szóval lehet a gyorsítósáv, mi nálunk a marketingeseknek, hogy az Elite Coaching mind-mind egy fantasztikus, megválogatott vállalkozói közösség. Okay, it was long to translate, but something I added based on my experience. But I needed two major, let's say, external support. One is the books, seminars, MP3s, videos, and the Elite Coaching programs, mastermind programs. So all together, I was surrounded by myself as successful-oriented people, ambitious people, yeah. And that's the way how I can counterbalance yeah. all the, let's say, negative feelings, emotions I received from my family. The other thing that really changes things, as I said, is the example. So the reason that I know that changing your beliefs is so powerful is because in 2008, my company was about $3 million in debt. And egy másik dolog, mint ahogy mondtam, ami megváltoztatta a dolgokat, az a példa. Ahogy meséltem már nektek, 2008-ban az én cégem körülbelül 3 millió dollár, majdnem 1 milliárd forintnyi adósságban volt. And after working on my beliefs, within 4 years, I had gone from $3 million in debt to no debt to $3 million in cash in the bank. So $6 million turnaround in 4 years, and it was the 4 years after the global financial crisis, so it was not a good economic time for business. Miután dolgoztam a hiedelmeimen, képes voltam ezt a 3 millió dollár adósságot először kinullázni, és utána 3 millió dollár készpénzt elhelyezni a bankban. Tehát 3 millió mínuszból 3 millió pluszba, ez egy 6 millió dollárnyi fordulás, a 2008-at követő 4 évben, amikor még zajlott a válság, tehát nem jó üzleti körülmények voltak. So when I was $3 million in debt, and it was the global financial crisis, of course there was a lot of negative opinion around me about whether I would be able to succeed, get out of that bad situation. Amikor 2008-ban zajlott a világválság, és én majdnem 1 millió forintnyi tartozásom volt, rengeteg negatív vélemény volt azzal kapcsolatban, hogy képes leszek-e ezt megfordítani. Everybody thought I was done for, that's it, she's bankrupt. Mindenki azt gondolta, hogy kész, vége, becsődöl. 4 years later, all of those people were very quiet. 4 évvel később ezek az emberek nagyon csöndben voltak. Érdekes, hogy párhuzam közöttünk, Julia. Én 2006-7-ben kezdtem el a változásokat. 2008-9 volt az az időszak, amikor hát ugye ő nyelte 3 millió dollárjával, nekem csak 250 ezer dollár, ami kb. 40 millió forint adósságom volt. Az időszak, amikor 3009 forint 37 filler volt az összvagyonokhoz. Válófélben. Hogy mi adta az erőt? Igazából az a példa, azon gondolkoztam, hogy én a gyerekeimnek egy pozitív, követendő, apa, férfi, vállalkozó
példával akarok válni. És ez volt igazából, ami nekem az erőt adta. Én nem törődtem azzal 2008-ban, hogy a sajtó meg a világ arról szólt, hogy gazdasági világválság van. Én küzdöttem, én mentem, eladtam, én egyszerűen azzal keltem, azzal feküdtem, hogy hogy fizetem ki az adósságomat, hogy tudom újra saját magamat rendbe rakni. A külvilágban meg az emberek feladták nagyon sokan, hogy a gazdasági világválság van. És 12-re, pontosan én is 12-re tudtam minden adósságomat visszafizetni. Julie, it's the same story, but you won, because I only had $250,000 in debt in 2008. I didn't take care about the external world saying financial crisis, economical crisis. I had an burning desire to prove to my children that I am a role model for them. So I woke up with a determination to go out to sell, to find somebody and to help, to serve. And then by the end of 2012, I repaid all my debt and became financially free again. But many, many people in my country just simply abandoned, quit it, saying, oh, it's economical crisis. Yeah. That's the end. Yeah. Okay, so mind a kettőnkhöz szól egy kérdés. Mi vagy ki az a központi motiváció, aki folyamatosan ezen az úton tart titeket az üzleti életben? There's a question to both of us. What or who is the central motivation that keeps you focused and burning on this path? Living my highest purpose. Az, hogy megélhetem a legmagasabb célomat. This is something I believe is true of everyone, including me. Szerintem ez igaz mindenkire. We all have a gift to share that is unique to each one of us. Szerintem ez igaz mindenkire, még rám is, hogy mindannyiunknak van egy ajándéka, amit megoszthat a világgal, ami egyedi. And we are here to share that gift. That I believe is my purpose on this earth, is to share my gift with the world. És azért vagyunk itt, hogy megosszuk ezt az ajándékot. Én hiszek benne, hogy ez a célunk, hogy a világnak megoszthassuk egyedi ajándékunkat. And when I share my gift, by believing in myself, by believing I can do amazing things, like write a book and make a film, and other incredible ways that I get to share my gift with the world, when I do those things, I get the most amazing feedback from people. They tell me it's changed their lives, that they can't thank me enough. I get messages like that every week from people all over the world. And that makes me feel amazingly grateful, and it makes my flame burn brighter and brighter and brighter. És amikor képes vagyok nagy dolgokat csinálni, például írni egy könyvet, vagy készíteni egy filmet, akkor ez kimegy a világba, és emberek visszajelzéseket adnak, hogy jobb lett az életük, hogy megváltozott az életük. És minden héten kapok ilyen üzeneteket. És ettől az én belső lángom fényesebben és fényesebben ég. Én nagyon szépen köszönöm Julie-nak, mert abszolút a szívemben beszélt. Én két részre osztanám ezt a hajtóerőt, amivel én rendelkeztem, vagy ami hajtott, és most rendelkezem. Az első része tartott 2012-ig, ami nagyon egyszerűen profán módon annyi volt, hogy túlélni és pénzt csinálni, hogy egyszerűen vissza tudjam fizetni az adósságaimat, hogy a gyerekeimnek egyáltalán el tudjam vinni őket a Balatonhoz nyaralni, hogy egyáltalán síelni, mert korábban 2005-6-ig nagyon luxus életet éltünk, aztán megértem a mély menetet, tehát az első erős motiváció az a túlélés volt, a pénzügyi bevételek. Akkor azonban, amikor 2012. november 19-én visszafizettem minden egyes adósságomat, és megtartottuk a Lurdi házban, a nagy teremben, a minimos észjárás oktató rendszeremnek a megjelenítetését és a könyvbemutatóját, akkor utána jött egy kedves barátom, aki az üzleti angyolom, és csak annyit mondott nekem, hogy Attila, gratulálok, megcsináltad, láttam, végigmentél mindenen itt előttem. Azonban mostantól a te sikeredet nem abban mérik, hogy te mennyire leszel még sikeresebb, mennyivel csinálsz több pénzt,
hanem a sikeredet abban mérik, hogy hány magyar embernek tanítod meg azt a módszertant, azt a gondolkodásmódot, ahogyan te abból a mély adósságból ki tudtad magadat vezetni. Így 2012-től, és akkor kerültem be Jeff Walker Platinum Plus Mastermind csapatába, milyen érdekes, attól kezdve van kapcsolatom Julie-val, Brian Kurtz-hez, Hugh McLaren-nel, Ricardo-val, vagy akár Jason Friedman-nal, ilyen emberek közé járok évente, legalább háromszor találkozni velük, és egyetlen egy célom és küldetésem van azóta, hogy hogyan tudok minél több magyar embernek segíteni, hogy hogyan tudjátok ti a saját kezetekbe venni az életetek irányítását. Az az egy dolog éltet. Én megcsináltam és meg tudom csinálni, mert kialakítottam azt az észjárást, azt a gondolkodásmódot. És ezért nagyon szomorú látni, aki eljön, elindul, majd aztán megreked. És ezért vagyok hiperhálás Julie-nak, hogy eljön, mert kiegészíti mindazt, amit én magyarul tanítok, az, amit ő megtapasztalt a világnak egy, hogy édesanyám mondta, egy napfényesebb felén, hogy igenis ott is ugyanaz az észjárás, ugyanaz a hitrendszer működik, és hogy mi is képesek vagyunk Magyarországon ezt megtanulni, és sikert elérni. Szóval nagyon szépen köszönöm Julie-nak, hogy jön, és Krisznek ezt a kérdést, hogy feltette mi nekünk. So, mit tanácsoltok azoknak, akik csak most indulnak el a vállalkozó útján? What do you recommend to those who are only starting out on the path of entrepreneurship? I recommend that you hook up with everything that Etila has to offer, because it's important when you're starting out to get really good guidance. It will save you a lot of time. It will save you a lot of mistakes. It will save you, it will give you a safe place to go where your ideas will be welcomed, where your possibilities will be embraced. And that is incredibly important when you're starting out. You need that support. You need that community. You need the people who are going to say, hey, I believe you can do it, so that you can believe that for yourself as well. Én azt gondolom, hogy a legjobb javaslatom, hogy használj ki minden lehetőséget, amit Attila nyújt neked, mert amikor indulsz, szükséged van egy olyan közegre és egy olyan segítségre, ahol a gondolataidat elfogadják, ahol a lehetőségeidet kibontakoztathatod, ahol a szárnyaidat kitárhatod, mert amikor az elején vagy valaminek, kellhet az a tanítás és segítség, hogy azt mondják neked, hogy igen, hiszek benned, meg fogod tudni csinálni. Én úgy gondolom, hogy azt, hogy elindulsz, és elindultok a vállalkozó vállás útján, egy fantasztikus döntés. Mert mi vállalkozók vagyunk képesek igazából egy klassz új világot teremteni. Mi vagyunk képesek a saját álmainkat megvalósítani, hogy függetlenül szabadon tudjunk élni, megválogathassuk, hogy mikor dolgozunk, kikkel töltünk időt, és meg tudjuk élni azt a nagy miértet, ami bennünk van. Mi vállalkozók tudjuk a saját környezetünket pozitívabbá tenni a példával, amit mutatunk. De ehhez szükséges elindulni. És ez a legfontosabb, amit a marketing gyorsítósávosoknak, vagy az elit coachingos tanítványoknak mondok, én sose garantálom, hogy itt egy ilyen fölfelé menő út lesz állandóan napsütésben és madárfűtben. Egy frász, ez hullámvasút lesz. Ahogy Sir Winston Churchill ígért az angol népnek a II. Világháború előtt alatt, vért, verejtéket, izzadságot tudok csak ígérni, mert ezt éltem meg, ezt látjátok Julie-tól, vagy Jason-tól, vagy a többiek, akiket volt szerencsém Magyarországra meghívni. Ez nem egy fényes út állandóan, de ha felkészülsz arra, hogy ez a végén eléred, hogy nem adod fel, és körbeveszed magad olyan emberekkel, akik hasonlóan küzdenek, de akarnak hinni magukban, meg akarják változni az életüket, akkor előbb-utóbb, ha elég kitartó vagy, akkor sikerre vagy ítélve. Ebben én abszolút biztos vagyok. Szóval hajrá, csináljátok! Itt van egy nagyon érdekes pici tanítás Zsuzsától, és szerintem nagyon tetszeni fog Julie-nak, Zsac, léci, fordít. Meg szeretném osztani egy gondolatot, amit nem olyan régen napokban egy tanítójától hallott, aki azt mondta, hogy Istennél nincs szegény negyed. Valahol ez is a hiedelmeinkről szól, ugye? There's a great teaching from Zsuzsa that I would like to share with you. Maybe this is also belief that in the domain of God there is no ghetto, there is no poor quarters. Okay. Következő. Már lassan a végére érünk. Mondhatjuk azt, hogy tudatosan van ez a rendszerünk, hogy lent tartson minket. Nem akarom elhinni, hogy ezt fent nem tudják.
Can we say that we have this system that is constantly and consciously keeping us down? I can't believe that people on top don't know about this. Oh, that's a good question. The reason is, it's such a good question, because a lot of people look at people who have a lot of money and they say, that is abundance. And that's not always true. Nagyon jó kérdés. Ez azért egy nagyon jó kérdés, mert nagyon sokan felnéznek emberekre, akiknek nagyon sok pénzük van, és azt mondják, hogy ez a bőség. Ez nem a bőség. One of the attributes of the scarcity mindset is because underneath the belief of scarcity is that there is not enough to go around. So in that belief system, we must compete with each other. A hiánymentalitás egyik meghatározó hiedelme, hogy nincs elég mindenkinek. És ebben a mentalitásban, ebben a nézőpontban versengenünk kell egymással. In that system of competition, there's always winners and losers. Egy versenyben mindig vannak nyertesek, mindig vannak vesztesek. So, sometimes you see a person who has a lot of wealth, but they're still in the scarcity system. They're just kind of in the winner position in the scarcity system. Ezért nagyon gyakran látunk olyan embereket, akik a hiány gondolkodásmódban, a hiány rendszerben éppen a nyertes oldalon állnak. De nem bőségben. So the way that you can tell that they're still locked into scarcity is that their motivation and their focus is on being better than the other person, having more things, having more houses, having more boats, being the best, having the biggest, tallest skyscraper. Right, it's still a competition. Onnan tudod, hogy ennek az embernek még mindig ez a hiány mentalitása, motivációja, hogy ő jobb akar lenni, mint a többiek. Nagyobb autót akar, több jachtot akar, azt akar, hogy ővé legyen a legmagasabb felhőkarcoló. That person is not abundant in their mindset. Ez az ember nem bőség mentalitás sugároz magából, nincs benne sem bőség. The way you know an abundant person who also may have a lot of money, but how you identify that they are abundant is that they are very focused on collaboration, not competition. Úgy tudsz beazonosítani egy bőségmentalitással rendelkező embert, amellett, hogy neki lehet nagyon sok pénze, hogy ő nagyon együttműködés összpontosítással bír, és nem pedig verseny összpontosítással. They're not focused on how much they can take or win, they're focused on how much they can give and serve and add value to other people's lives. Nem arra összpontosítanak, hogy mit tudnak kapni, és mi az, amit el tudnak nyerni másoktól, hanem, hogy mit tudnak adni, mit tudnak szolgálni, és milyen értéket tudnak másokhoz hozzáadni. And they understand when they create value in other people's lives, when they are overflowing with their abundant giving of knowledge or value or whatever it is of their gifts from their own soul, they understand that that cannot help but come back to them abundantly. És megértik, hogy amikor ők túlcsordulnak a mások iránti szolgálattal, amikor kicsordul belőlük a tudás, és adják ezt másoknak, akkor az nem tud nem visszajönni hozzájuk, és térül meg bőségesen. And it comes back to them in many ways, not just money. So the abundant person doesn't just have an abundance of money, although they often do. They have an abundance of loving relationships. They have an abundance of
connections to people that they've added value to in their lives and who want to also add value to their life. So an abundance of relationship, connection, ideas of collaborative creative ideas that they want to share with other people and do with other people. That is abundance. És ez nem csak anyagi bőséget jelent. Egy bőséggondolkodású embernek lehet nagyon sok pénze, de nem csak pénze. Nagyon sok szeretetben lévő kapcsolata lehet. Rengeteg olyan ötlete, ami bőséget hoz, és együttműködésen alapul másokkal. Ezekben egy bőséggondolkodású ember mind-mind élvezi a bőséget. Nagyon szépen köszönjük. Egy utolsó kérdés, de addig is jó pár köszönetnyilvánítást kaptunk mindazért, amit itt nyújtottunk. Nagyon-nagyon szívesen, hiszen ezért vagyunk. Egy utolsó kérdés. The last question, Julie. Azt kérdezi Zsuzsa, régóta dolgozom a hitrendszereimen, és több életterületen is fantasztikus változásokat értem el. Valahogy a pénzügyi terület nem igazán akar megmozdulni, vagy miben lehet ez másabb, mint bármi más? The last question is that I've been working on my beliefs for quite a while now. I've reached success in several areas in my life, but this money area doesn't seem to come under control. What makes this different than the others? Money often is a metaphor for how much we value ourselves. This may not be your particular problem, but often that's what's going on. A pénz nagyon gyakran annak metaforája, hogy mennyire értékeljük magunkat, mekkora jelentőséget tulajdonítunk magunknak. Én nem mondom, hogy ez a te esetedben is pontosan így van, de nagyon gyakran ez a helyzet. Nagyon szépen köszönjük nektek. Julie, thank you very much. I think it was a fantastic introduction. Hölgyek, urak! Nagyon köszönjük, hogy kitartottatok, hogy tudtunk nektek tanítani. Közben jött egy kérdés, hogy Julie könyve magyarul mikortól lesz elérhető. Január 12-től az évindító célkitűző edzőtáborban lesz elérhető. Addig itt van nektek a www.pia.hu/evindító. Regisztráljátok, gyertek minél többen. Fantasztikus program lesz, Julie-val élőben találkoztatok velük. A VIP vendégeink, akik VIP Gold Ticket vásárolnak, ők még a nulladik napon egy hasonló kérdezfelelek és a könyv bemutató programon vehetnek és Julie-val, Bandival és jó magammal, és ők ajándékba is kapják majd a könyvet, amit dedikáltathatnak Julie-val. Nagyon szépen köszönjük, szuper, hogy itt voltatok, csodás évzárás kívánunk nektek, még kaptok tőlünk anyagokat, gyertek, regisztráljatok az évindítóra, mert egy óriási show és buli lesz. Thank you so much, Julie. It was a very, very, very big, big pleasure to have you in this webinar and looking forward to welcoming you in Budapest very, very soon. Yes. Thank you. Me too. Goodbye. Thank you so Bye. Much. Köszönjük szépen nektek az összes gondolatot, amit megosztottok velünk. Tényleg, tényleg zseniális, Julie, hiszen amiért én különlegesen örülök, hogy egy ilyen fantasztikus körbe van módom 2012 óta járni, hiszen tudom, hogy nélkülük igazából én nem tartanék itt, ahol vagyok. És tavaly elkezdtük Stu McLarennel és Brian Kurtzel, folytattuk Jason Friedmannel, Ricardo Teixeirával, és bizony Julie Cairns a következő, aki Jeff Walker Platinum Plus Mastermind csapatából meglátogat minket, hogy tanítson nekünk, idehozzák a világot, mindnyájunknak, hogy még jobbak, boldogabbak, egészségesebbek, és sokkal gazdagabbak legyünk. Na, hát nagyon-nagyon-nagyon sok ölelés az uraknak, sok puszi a hölgyeknek. Köszönjük szépen nektek. Egy fantasztikus volt veletek. Arrivederci! Szia, Zsac! Köszönjük neked is, Julie! Sziasztok. Fantasztikus volt. Nagyon szépen köszönöm. Au revoir! Thank you!